kereszt! Ó, én fájdalmas szerencsétlen, hogy az anya meghalt. Életet avasán kell távoznia. Bertolt Brecht, német drámaíró, a 20. századi színház egyik megújítója, a Kurázsi Mama című krónikát 1939-ben a II. Világháború kitörésekor írta svédországi számüzetésben. A téma a dráma születésekor közvetlenül is időszerű volt, nem csak az elvont példázat szintjén. A darab rendezője, Keresztes Attila, már 9 éve visszajár Marosvásárhelyről a Nyíregyházi Színházba. Szerinte az előadás mondani valója ma is érvényes. Az, ahogy Brecht az erkölcsről, a pénzről, az üzleti érdek mindenhatóságáról, a túlélési stratégiákról beszél, legalább annyira aktuálissá teszi ma is a Kurázsi Mamát, mint a háború témájának időszerűsége a darab születésekor. Semmi nem változott, sem az 1600-as évek óta, sem a II. Világháború óta. Bár az alaphelyzete a háború pontosan arról szól, hogy az ember alkalmatlan a békét fenntartani. Emberi, van egy őssejtünk, ami a túlélés, ami az embertelenséget, a kegyetlenséget és bizonyos értelemben az önzőséget hangsúlyozza bennünk. A történet középpontjában egy özvegy, Anna Firling áll, aki a 30 éves háború alatt végig kereskedik, túlél és segít másokon. A kérdés az, hogy mennyire önzetlen a segítsége. Mennyire lesz rabja a pénznek, a hatalomnak, mennyire hajtja a nyereségvágy. Keresztes Attila úgy véli, az előadás mind a fiatal, mind az idősebb színházba járókat elgondolkodásra készteti majd. Bízom abban, hogyha felelősen komolyan nyúl hozzá egy csapat egy műhöz, akkor annak lesz értése korosztálytól függetlenül, de hát mindenképpen ez maga az anyag, az már megköveteli úgymond az eszmélést, vagy hogy mondjam, tehát hogy igen, fiatal korosztálynak, és aztán utána 150 évig ez élvezhető. A Kurázsi Mama és gyermekei egy hosszan elhúzódó válsághelyzet traumáiról mesél, a krízisről, amelyben talpon kell maradniuk. Kurázsi Mamát Pregice Fruzsina játsza, gyermekeit Kosik Anita, Nagy Idai Gergő és Horváth Viktor alakítják az előadásban, amelyet szombattól a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán láthat a nagy érdemű.